Jó estét kívánok, kedves nézőink, ez itt az Erdélyi Kávéház, mégpedig a Marosvásárhelyi ismeretlen kávéházból, ahova nagyon ritkán járnak kávézni az emberek. Ma esti vendégünk egy író, azt is mondhatnám, hogy magyar író, de ezzel nem mondanék igazat, egy európai hírű író, Dragomán György. Dragomán György, író, műfordító. 1973-ban született Marosvásárhelyen. Családjával Magyarországra települtek ki 1988-ban. A szombathelyi Nagy Lajos gimnáziumban érettségizett 1992-ben, majd az ELTE bölcsészkarán folytatta tanulmányait angol filozófia szakon 1992 és 1998 között. Második regénye a Fehér Király világsikert aratott. Eddig több mint 25 nyelven jelent meg, és 2014. szeptemberében jelentették be, hogy nagy költségvetésű angol gyártású film is készül belőle. Számos irodalmi elismerést tudhat magáinak, kitüntették már József Attila, Déri Tibor, Márai Sándor és Bródi Sándor díjjal is. Felesége Szabó T. Anna költő, két gyermek édesapja. Meg volt? Jó estét kívánom! Jó estét! Köszöntöm Marosvásárhelyen! Örülök, hogy itt lehetek! Milyen érzés egy Marosvásárhelyen született embernek szállodában lakni a szülővárosában? Az furcsa, de megszoktam eddig, mikor 88-ban mentem el, azóta ötször jöttem haza, abból egyszer tudtam nem szállodába lakni, mikor még itt voltak nagymámék, és onnan kezdve mindig szállodába laktam. Nem igaz, háromszor szállodába, egyszer nagymámnál, egyszer pedig a Vártemplomban aludtunk. A Vártemplom vendégszobájában feltételezem? Nem a Vártemplom vendégszobájában, hanem magában a Vártemplom, magában bent a Vártemplomban, a főhajóban, a matracokon, mert akkor úgy voltam itt, hogy az ötvös kollégium kirándult a Székelyföldre, és akkor azt hiszem három busznyi ember érkezett, és ott volt a szállás. Hát ez nagyon mesés lehet. Igen. Gondolom, sok alvás nem volt éjszaka. De, aludtunk, fáradt volt mindenki. Azt hittem, hogy volt valami szellemidézés. Nem, mégiscsak a templomban voltunk, tehát mindenki érkezett méltó módon viselkedni. Én nagyon lezártam a Marosvásárhelyi létét, tehát azt mondta, hogy becsomagolta, dobozba tette, néha rájár, tehát ez a mai Marosvásárhely már nem az a Marosvásárhely. Hát nem az nekem, persze, és hát ez egy másik város én nekem, de ezt tudni kell, hogy nagyon sokáig nem jöttem, tehát majdnem 20 évig nem jöttem vissza Vásárhelyre. Igazából először rendesen, tehát miután elmentünk 88-ban, utána közvetlenül jöttünk egyszer, aztán volt ez a kirándulás, az is van, amikor 90-ben, és akkor utána többet nem. Tehát 2005-ig nem jöttem. Uh-huh. Akkor jöttem legközelebb. Ez egy ilyen tudatos elkerülés. Igen. Addig nem volt, tehát mi nagyon nehezen mentünk el, sokáig tartott, amíg útlevet kaptunk, ilyen hivatalos kirándulás volt a miénk is. Engem az jobban megviselt a keleténél kamasz koromban. Tehát én mondjuk 13 éves koromtól 15 éves koromig telt az az életem, hogy minél most már el fogunk menni, és hogy mikor fogunk elmenni, és az hogy lesz. És akkor nem gondoltam, hogy annyira megvisel, mert ott akkor csak egy csomagoltam össze, meg éreztem meg a dolgokat, meg próbáltam, éltem, ahogy mindenki élt. De mikor aztán Magyarországra kerültem, akkor azt éreztem, hogy az egyetlen módja annak, hogy a folyamatos honvágyat valahogy így elkerüljem és elmulasszam, az, ha többet nem jövök, és akkor nem jöttem többet. Magyarán bezárta egy szekrénybe, lakatot tett rá, és a kulcsot eldobta. Igen. De azért mégse egészen. Hát mégse egészen, mert valahol ott a rések között kijönnek a történetek. Író lett volna, hogyha nincs ez a nevező traumána? Igen. Akkor is? Persze, tehát ez egy ilyen tudatos... Biztos, hogy író lettem volna. Azt 13 éves koromban döntöttem el, hogy író leszek, és ezt már itt eldöntöttem, és onnan kezdve mindig is írtam. Tehát nyilván mást milyen író lettem volna, ha itt maradunk, de akkor is író lettem volna. És akkor olyan sincs, hogy éjszakánként elkalandozik az interneten keresztül Marosvásárhelyre? Mert most nem olyan a dolog, hogy hozz egy újságot, és belenézek, mit írnak. Ez más, mert most már, tehát ez a dolog, hogy én nem jöttem haza, meg nem érdeklődtem a város iránt, vagy egyáltalán messze voltam tőle, az úgy 2005-ben véget ért, mert akkor elhatároztam, hogy ennek vége van. Tehát megjelent a Fehér Király, és elhívtak ide felolvasni a Félszigetre, akkor volt egy ilyen fesztivál, és akkor azt mondtam, ha most nem jövök el, akkor tényleg soha többet nem fog jönni. És akkor eljöttem, édesanyám is jött, apám abban az évben halt meg, ő már nem tudott jönni. És akkor ez egy ilyen szép felszabadító élmény volt. Tehát onnan kezdve olyan város nekem, mint bármelyik másik. Csak annyi a különbség, hogy ebben nem tudok eltévedni még mindig. Nyilván vannak olyan környékek, ahol el tudnék már, ahol mondjuk nem vagyok ismerős, vagy ahol sok minden változott, de egyelőre még nem sikerült. Tehát amikor
azóta háromszor mondjuk jöttem, amikor sétálok, akkor megtalálom, amit keresek általában. Tehát most is mondjuk melyik majd a temetőbe, meg fogom találni, gondolom anélkül, hogy nagyon nézegetni kéne a térképet, mert tudom merre van, de nem tudnám le. Ha most megkérdezem, meséljem el, hogy merre kell menni, nem tudnám elmondani, de ahogy megyek, tudni fogom, hogy balra kell fordulni, vagy jobbra. Tehát úgy értem ezt. És onnan kezdve pont annyi köze van ez a városhoz, mint néha látom a híreket, meg most már vannak közösségi hálók, akkor azon keresztül látom az itteni ismerőseim, mit csinálnak, és akkor több, azt hiszem a világ kisebb lett ebből a szempontból, hogy igen. Ha már nehéz olyan elszigetelten élni, és nem is cél ez már. Hát nem tudom, hogy az előtt cél lett volna ez az elszigetelődés, de tény az, hogy az embernek egy ilyen erősebb vagy gyengébb pillanatában egy klikkel ott van a szülőháza, a szülővárosa, vagy egy térképről megközelíti, és már a nosztalgiát másként éljük meg ebben a környezetben. Persze attól még mindig nem érzem a kombinált szagát, ami a város velejárója. De van egy paradoxon ebben a vásárhelyiségben. Én merem állítani, mert nem vagyok marosvásárhelyi, csak 30 éve élek ebben a városban, hogy a marosvásárhelyi írók, akik vannak, nem élnek Marosvásárhelyen. Az írók, akik Marosvásárhelyen élnek, azok meg nem marosvásárhelyiek. Jó, de ez azt hiszem az íróságnak a része, hogy az ember sose ott él, ahol született, hanem mindig elmegy. Az író, azt hiszem, hogy én akkor értettem, amikor Joyce-al kezdtem Beatóban foglalkozni, meg Beckettel, hogy ők végül is egész életükben nagyjából Írországról írtak, Dublinról írtak, és mégsem írtak Dublinba. És ez sok íróval van így, hogy ott kell az a távolság talán, hogy az ember őszinte tudjon lenni magával, hogy ne fulladjon bele a saját hamis nosztalgiájába. Ha az ember elmegy, messziről nézi, pontosabban lát, tisztában látja magát is, és azt is onnan eljött, meg mindent. Hát mondjuk ezt a kortársak nem mindig így élik meg, és nem így szokták mondani. Ez miért beszél róla, amikor nincs is itt? De tényleg egy gyors lehet. Egy író bármiről beszélhet. Hát, miért ne írhatnék regényt a középkori Jeruzsálemről, ha akarnék? Hát igen, voltam soha. De most vásárhelyről beszéltünk, ahol tudunk, hogy vannak büszkeségek néha. Tehát ha elgondolom, itt van egy kossuthdíjas író, Kovács András Ferenc, aki Szatmár Németiről jött ide, volt egy másik kossuthdíjas író, Sütő András, aki mezőségről telepedett le Marosvásárhelyre, Markó Béla Kézdivásárhelyről, Láng Zsolt Szatmárról. Én nem akarom most megsérteni azokat az írókat, akik itt élnek, de és ha elkezdem a kortárs magyar irodalmat, a magyarországi kortárs irodalmat, akkor Bartis Attila, Dragomán György, egy időben Tisza Katát is emlegették, mint jeles író, szintén Marosvásárhely. Van ennek? Van? És önök egy generáció nagyjából Bartissal. Igen, hát Attilával idősödnám egy kicsit, de jó. De ismerték egymást Marosvásárhelyen? Nem. De valószínűleg találkozhattunk, mert ő a Bulevárdon nőtt fel, és én is sokat voltam a nagymámnál, de azért a gyerekeknél 5 év sokat számít. Tehát egy 5 éves gyerek és egy 10 éves gyerek az két külön világ. Azok nem ismerték egymást. Tehát úgyhogy még ha együtt is nyilván volt olyan, hogy mondjuk mindenki együtt játszott, és ott én is felbukkantam, tehát én elképzelhető, hogy volt olyan pillanat, amikor ugyanott voltunk a Bulevárdon, és mondjuk mind a ketten csúzisztunk, de nem egymással. Tehát így nem ismertük egymást. Apám meg az ő apja ismerték egymást, és aztán amikor találkoztunk, akkor gyorsan összebarátkoztunk. De és mind a ketten tudjuk, hogy ugyanarról írunk, tehát most megjelent a Mágia, és Attila éppen Indonéziában van. És onnan írt nekem egy levelet, hogy ezt elolvasta, és úgy rendben van. Vásárhelyi írók egymással beszélgetnek. Fehér király volt az, amivel úgy betört becsületesen a magyar, az európai irodalomba. Meglepte ez a siker? Hát persze, de hát nem. Egyrészt meglepett, másrészt nem lepett meg. Erre nem lehet felkészülni, hogy az ember megjelenik mindenhol a világon, de arra igen, hogy kész lesz a könyve. És ez olyan nehéz, írni olyan nehéz, és ez egy olyan hosszú folyamat, hogy utána, amikor az ember végre kész van, mert nálam is ez így működik legalábbis, hogy akkor úgy érzem, hogy minden megtörténhet. Tehát akkor már semmi sem csodálkozik az ember, mert annyira boldog, hogy végre kész, amit csinált. Én elég magányos típusú író vagyok, ami azt jelenti, hogy amíg írok addig, nem mutogatom azt, nem beszélek róla, tényleg be vagyok zárkozva, és akkor majdnem olyan, mint börtönben lenni, nem akarok nagy szavakat használni, de eléggé... De beszélőre se jár senkivel? Hát nem nagyon. Akkor nem nagyon, tehát tényleg kevés emberrel találkozom olyankor, eléggé elvonultan élek, amikor írok. Különösen, amikor intenzív szakaszokat élek az írásból, tehát alig látok valakit, és akkor
mikor kész van, akkor viszont ez visszaelfordulna, akkor most is például itt vagyok. Tehát akkor az ember utazik, meg ilyen boldog pillanatai vannak, és akkor igen, akkor eltörténhet az is, hogy kiadják mindenhol a világot. Gyötrődve ír, vagy megy simán? Nem, gyötrődve, csak lassan. Tehát nem szenvedek látványosan, de nagyon keményen harcolok. Megvan a könyv, amikor az első sorokat megírja, akkor megvan már az egész könyv? Nem. Ez nagyon bonyolult, mert nem is mindig az első sorokat írom meg. Tehát képek vannak, és tudom, hogy mögöttük ott van egy történet, és előbb-utóbb össze fog állni, és akkor dolgozom az elején, néha a közepén, néha már a végén, össze-vissza. Tehát nem lineárisan írok, és nem tudom soha, hogy mi lesz a történet. Közben szoktam rájönni, hogy mi lesz. És engem is meg kell lepnie mindennek. A mágiát is. Azt is így írtam, igen. Írta. Hát azt még tovább, tehát tulajdonképpen, ez sem igaz. Tehát az a leghosszabb idő, tehát a két könyvem közötti leghosszabb idő az a Mágia és a Fehér Király között van, és valószínűleg remélem, hogy ez így is lesz, 9 évig. Igen. Tehát, de nem volt 9 évig elvonulva? Hát nem, mert sokat utaztam, mert Fehér Király közben megjelent, és akkor azzal járt, hogy be kell járnom a világot, ami nem panaszként mondom, mert nyilván ez nagyon jó, hogy csomó szép élményért mindenfele jártam, ahol csak lehet. De amikor nem kötelességből utaztam, akkor nem nagyon, akkor elég elvonultan írtam. Tehát ugye, ha el kellett menni, akkor elmentem Berlinbe, és ott előadtam még mindent, de utána, amikor hazamentem, akkor ott elég elszigetelten értem. De tudni kell, hogy azért ez a 9 év nem csak a mágiáról szólt, hanem írtam még egy másik regényt és két kötet novellát, csak valahogy azt hittem, hogy a másik regényt fejezem be előbb, és így végül eltöltött 9 évig, amíg végre egy könyvet kiadtam a kezemből, és ez a mágia volt. Most, ugye Erdélyben született, Romániában született magyar embernek van egy speciális viszonya a románsággal, a román kultúrával, a románokkal úgymond. Mindenkinek egyéni, nem hiszem, hogy le lehetne nagy következtetéseket vonni. Milyen érzés volt, amikor a Fehér Király románul megjelent? Ez nagyon szép volt. Például az a pillanat, amikor megkaptam... Gondolom, amikor 88-ban kimentek az országból, nem gondolta volna a legmerészebb álmaiban sem, hogy egyszer úgy tér vissza, hogy románul fogják publikálni. Vagy... Hát jó, akkor semmit sem gondoltunk. Tehát akkor azt sem gondoltuk, hogy összedől a rendszer. Tehát amikor mi elmentünk, akkor úgy tűnt, hogy minden úgy marad örökre. Én akkor úgy éreztem. Szóval visszatérve, milyen volt a román megjelenés? Nem is a megjelenés, mert megjelenés az egy másik pillanat. A nagy pillanat azt hiszem az volt, amikor Ildikó Gabos Forca, aki fordította a regényt, elküldte nekem a román kéziratot. És elkezdtem olvasni a saját könyvem románul. Az olyan volt, mint egy ilyen nagyon homályos tükörbe belenézni. Mert végül is tényleg ez a könyv akár egy, tehát mondjuk ha ezt egy román olvassa el a román fordításba, akkor ez neki egy román könyv is lehetne. Mert az ő életéről szól ugyanúgy, és nagyon jól is esett, hogy nagyon sok románnak ez így is működött, így is olvasták, és eléggé szeretik. Nagyon barátságokat kötöttem román írókkal, meg úgy éreztem, hogy szép visszhangot kapott ez a könyv, és úgy fogadták, ahogy, hát nem, hogy az, ahogy kell, hanem nem kívánhattam volna talán jobb fogadtatást. És most a mágia is fordul már, Ildikó elküldött nekem már belőle 7 fejezetet, úgyhogy valószínűleg jövőre meg fog jelenni ez is a Poliromnál. Ez nyilván jó érzés. Az jó érzés, hogy emlékszem, amikor abban az évben jelent meg a Nyugalom is, vagy és nem sokkal, egy évre rá később pedig Bodor Ádám a Sinistra körzet. És azt írta valaki, hogy a román irodalom legnagyobb nyeressége az, hogy rátalált ezekre az írókra. És ezt egy szép gesztusnak éreztem. Hát nem csak gesztus volt, ez szerintem emögött tartalom is van, mert én is belefutottam ezekbe az élményekbe, bukaresti ismerőseim, mert miért nem szóltatok, hogy vannak ilyen jó íróitok, és hát nem a miénk, a tiétek is valahol. Igen, ez egy furcsa dolog, mert például mikor kiderült, hogy a Fehér Király meg fog jelenni mindenhol a világon, akkor azt gondoltam, hogy mondjuk Románia lesz a második hely, ahol meg fog jelenni, mert mégiscsak erről szól. És a 25. ország volt, ami végül úgy döntött, hogy lefordítja, tehát ahhoz kellett már az, hogy a franciák is úgy döntsenek. Tehát valahogy van közöttünk egy ilyen gerülő út. Van egy nagyon komoly. Azt is tudom, hogy mondjuk nekem jó barátom Philip Florian például, és ő regényét a Kis ujjakat, azt hiszem ahhoz, hogy ezt magyarul kiadják, kellett az, hogy megjelenjen Amerikában. Tehát valahogy mint hogyha egymást így találnánk meg, hogy el kell mennünk először jó messze, és akkor tudunk visszajönni. Most így hirtelen beugrott, hogy Pécset sétáltam, bementem egy könyvesboltba, és Dán Lungu. Igen, aztán... Ott volt Dán Lungu, akiről én őszintén bevallom, nem hallottam Romániában, románul sem olvastam.
megvettem a magyar nyelvű dánlongot, és utána kezdtem olvasni a románul dánlongot. Hát ez... Igen, ez így van, és ez fontos is. Tehát azt gondolom, hogy igen erős a angol száz kulturális dominancia. Tehát itt is úgy látom, hogy nagyon sok könyv jelent. Én azt hiszem, hogy nagyon erőltették, bocsánat, 89 előtt nagyon erőltették a fordítást, iszonyatos, mert minden rosszat is lefordítottak, és azt hiszem, hogy kiábrándultak az emberek ebből a nagy erőltetett szeretetből. Igen, elképzelhető, de ez hiba és kár, azt gondolom. Így tehát, van. Hogy nagyon közel áll egymáshoz a két kultúra, nagyon sok szempontból. Tehát én nagyon örültem, mikor ez végre elkezdődött, és annak is örültem, hogy ennek része lehetek, mert és ez nem csak a magyar-román viszonyban így igaz, hanem mondjuk a magyar-lengyel, vagy a magyar-cseh, vagy a magyar-szlovák, vagy szlovén viszonyban. Tehát ez a régió, ez nagyon sok közös élményt hordoz. Tehát mikor a kortársaim regényét olvasom, vagy ők az enyémet, akkor nem beszélünk idegen nyelven egymással. Igen, hát szinte azonos élménykultúránk van, persze mindenki máshogy élte meg. Igen, és ettől izgalmas. De a kulcs dolgok azok közösek. Tehát sok csehszlovák új hullám, filmes új hullámtól kezdve a sporteseményekig azért tudjuk, hogy... Igen, ez jó, én annak örülök, ha meghalljuk egymás hangját legalább a kultúrában. Most elkezdte sorolni, hogy 25. nyelv volt a román, amire a Fehér Királyt lefordították. Tehát akkor nagyon pontosan vezeti ezeket a listákat, hol, mikor, meddig, ezt egyedül íróként... Nem, nem én vezetem. Ah, tehát van egy ügynök, ez a dolga, hogy vezesse. Tehát van egy ügynök, aki... Igen, ezzel foglalkozik. Uh-huh. És a filmek jogaival is, meg a fordítási jogokkal is ők foglalkoznak. Igen. Megijedtem, hogy... De hát íróként vezetem, mert ez a munka része. Írás mellett számon tartani, hogy... De jó, nekem ezzel rengeteg munkám van, tehát ugye minden fordítóval nagyon jó viszonyban vagyok. Mindenkinek minden kérdésére válaszolok, hosszan levelezek a fordítóimmal, hogy segítsek. Minden fordító nekik. Direkt magyarból fordított? Hát hogyne. Igen, én ezzel ragaszkodom. Egy kivétel van. Egyiptomban megjelent arabul, és ők azt hiszem németből fordították. Ugyan lett volna a fordító, aki arabra fordít magyarból, mert hála Istennek tényleg csodálatos módon minden nyelvre van fordítónk. De az volt a baj, a kiadó elmondása szerint, hogy ő egy iraki ember volt, és az iraki arab az nagyon más, mint az egyiptomi arab, úgyhogy olyan kellett volna, aki egyiptomi arabra fordítja, és ilyet végül nem találtak, és valószínűleg volt nekik egy házi emberük, aki németből megbízhatóan fordít, és akkor ők németből fordítottak. Ez az egyetlen, ami nem eredetiből készült egyébként. És megvan otthon minden példány, minden hát, nyelvből? Nem, nincs meg minden. A múltkor összeszedtem egy fotóhoz őket, egy ilyen fotó készült az új könyvem kapcsán, és akkor a fotós kitalálta, hogy akkor fogjam meg az összes könyvet. És akkor megfogtam, vagy 27-28 van meg, nem, nincs példányom az indiaiból, a hindiből, nincs példányom az arabból, a görögből, néhányból nincs. Pedig ha Indiában mondjuk 1% a lakosságnak elolvasná, akkor az már elég nagy példányszámú. Hát hindi nyelven jelent meg, nem tudom milyen példányszámban, én magam láttam a kiadást, de nincs bele példányom. És a kritikákat begyűjti? Hát ezeket is megkapom általában összegyűjtve. Tehát ez úgy szokott történni, hogyha odautazom, akkor kapok egy csomag kritikát, azt szokták adni, a kiadók általában gyűjtik, és akkor én megkapom. És ha valamit el tudok olvasni, valamit nem. Van egy nagy kupasz dán kritikám például, amikkel nagyon tudok mit kezdeni. De igazából ennek nincs sokat nem számít. Annyiban számít, hogy jó látni, hogy a könyv érdekes abból a szempontból, hogy minden országban máshogy közelítik meg a könyvet, máshoz kötik, a saját kultúrájukhoz kötik, a saját számukra fontos dolgokat emelik ki belőle, ez érdekes, de egyébként olyan kés, tehát, hogy mint író ebből az ember nem nagyon profitál, hogy kritikákat olvas, különösen megjelent a Fehér Király 2005-ben. Még most is születnek róla a kritikák, nemrég kaptam egy csomag paksamit, tehát az argentin kritikákból. Hát ez már olyan rég volt, hogy már mint a könyv, hogy nekem az csak annyiban az érvezet, hogy akkor a spanyolul olvasok a saját könyvemről, az végül is jó. Olvas spanyolul? Igen. Hány nyelven beszél? Hát nem, németül tudok, románul tudok, angolul tudok, spanyolul tudok, egy kicsit franciául, nem. Tanulni kell folyamatosan. Én szeretem a nyelveket, és itt kezdtem igazából, édesanyám kitalálta, hogy nekem angolul meg kell tanulni, és akkor jártott Schwarz Évához, aki egy nagyon-nagyon hálás vagyok neki, mert egy igen szigorú angoltanár volt, és megtanított angolul. Tulajdonképpen mire innen elmentünk, 15 éves koromban már én ott, amikor megérkeztünk Szombathelyre, én ott már angolul olvastam. Románul meg megtanultam egy gyorsan. Ez érdekes, mert akkoriban, 80-as években még Erdélyben a német volt a domináns idegen nyelv. A németül is megtanultam, de igazából, amit igazán külön tanulni kellett, az az angol volt. Uh-huh. Na, mágia megvolt. Van egy ilyen kiégési folyamat az alkotás után? Nincs? Nem, boldog vagyok. Jézusom, én nagyon irigyelem.
Mert nálunk színészeknél úgy szokott lenni, hogy az ember bemutatóan belebetegszik abba, hogy akkor most ezt lezártuk, erre már nem lehet rájárni, ez kész. Hála Istennek! Tényleg 9 évig dolgoztam azon a könyvben, vagy nem 9 évig, de mondjuk legalább 5 évig folyamatosan, közben még más szövegeken is, nem. Kész van, boldog vagyok, hogy el tudtam engedni, boldog vagyok, hogy járja a saját útját, és nem kell már hozzányúljak, és nem kell minden mondaton tovább küzdjek. Nem, az szép, hogy elengedhetem, és én dolgozom közben folyamatosan, tehát már közben a következő két kötet novellám az már gyakorlatilag készen van, az új regényem nagyon jól áll, az nem kell már további 9 év. Arról nem lehet beszélni, hogy az új regényem. Nem érdemes igazából, mert inkább beszéljünk a mágiáról. Tehát, de kötődik a mágiához? Hát az a harmadik könyv, ez egy trilógia, nagyon az a trilógia, a Fehér Király, a mágia és ez a harmadik regény, aminek még nincs címe. A mágia az a nagymama történet. Hát nem az én nagymam. Hát jó, igen, értem. De gondolom inspiráció volt belőle. Hát bonyolult, mert igazából nem. Tehát nagyon kevés olyan szereplője van a könyveimnek, amik köthető bárkihez is. Inkább képek vannak, szavak vannak, mozdulatok vannak, tárgyak vannak, igen, csomó tárgy van abban, ami a nagymám tárgya volt, vagy a ilyen régi tárgy. A diófa például, a nagymám még diófája, de ugye az ember az nagyon nem. Tehát egyáltalán két nagymám is volt, ugye, mind a kettővel. Igen, nem feltétlenül, mert ember nem mindig ismeri. A nagyapám csak egy volt, mert a más nagyapám sose ismertem, ő 65-ben meghalt, és én vele sose találkoztam, pedig mindig szerettem volna, mert róla csak történeteket tudok. Egy fényképet láttam. Tehát, hogy erre nagymáimat ismertem, és nyilván benne vannak ebben a könyvben valahol, de valójában nincsenek. Ez egy nagyon másik ember, akiről én írtam. Úgy, ahogy a főszereplő lány, aki beszélőnek semmi köze hozzám, ahogy a Jatának sincs köze hozzám a Fehér Királyból. Maximum annyi, hogy ő is hadar. De úgy, amúgy igazából nagyon kevés. Nem, ez nem így működik nálam, hogy én előbb-utóbb meg találok egy figurát, és akkor elkezdek a hangján beszélni, vagy a személyen keresztül látni, és akkor egy idő után megismerem, évek alatt megismerem, és az egy másik ember. Mi, akik itt élünk, felismerjük a mágiában a Erdélyt? Nem tudom. Ezt én nem tudom megmondani. Tehát beszélnem kell valakivel, aki itt él és elolvasta, hogy mit ismer fel belőle. A Fehér Király kapcsán tudok nyilatkozni, mert szoktam kapni leveleket, hogy... És az azért jó érzés, hogy... Brassói emberek is néha úgy érzik, hogy ez Brassóba játszódik, meg vásárhelyek is mondjuk azt mondják, hogy igen, én is ott nőttem fel a Bőrgyár környékén. Én nem a Bőrgyár környékén nőttem fel, tehát hogy az a szép ebben, hogy mindenki ráismer a saját környezetére. Én ráismertem a tömbházakra is, ott a Tudor egyben. Igen, lehet, hogy azok, igen, bár én csalok, mert a könyvben... Jó, én csalok, mert tudom, az édesapja hol lakott. Igen, de abban a könyvben magasabbak a tömbházak, amit írtam, abban magasabbak a tömbházak, mint a valóságban. Tehát igazából nem jó térkép az én regényem alapján, senki sem induljon el felfelezni vásárhelyet, mert el fog tévedni. Tehát nem egy James Joyce, aki a térképről... Nem, én abban nem hiszek, hogy én azt meg tudom csinálni, nem akartam újra konstruálni a várost egyáltalán. De újra konstruált a saját város. Úgy. Nem rekonstruálni akartam, hanem új építeni, és csináltam egy... Mindenkinek megvan a városa, nekem igen, is van a Marosvásárhely, ami nagyon nem hasonlít arra, amelyikben nap mint nap átmegyek, vagy élek benne. Mágia, nagyon várjuk, hogy beszélhessünk róla. Én remélem, hogy nem kell olyan sokat várni, hogy legközelebb ide látogasson. Nem, és... persze, én most már igyekszem mindent megkívást eleget tenni, tehát nagyjából szabad vagyok. Lesz ma még egy kis rapság, még a következő könyvén befejezem, de az már nem olyan hosszú idő. Meg egy, és most már nincs is rajta olyan nyomás. Már megvan a negyedik? Hát ugye, meg persze. Hát ha mondjuk, hogy ez trilógia, mert tudjuk, hogy amellett még voltak könyvek. Nem, hát lesz még két novellám, meg van egy következő regény, ami már szintén dolgozom, kész van az eleje, és az más lesz teljesen. Tehát az nem monológ lesz, ez egy teljesen más. Ez a trilógiával most végzek, ha jól megy minden, és akkor ezek... Tehát még annyit elmondok, hogy ahogy a Fejekkel és a Mája között nincsen szoros kapcsolat, hanem annyi a kapcsolat, hogy gyerekek beszélnek benne mind a kettőben, de lehet az egyiket előolvasni, a másikat utána, nem folytatása egyik sem másnak, nincs benne közös szereplők, vannak esetleg közös helyszínek, de azokat is inkább csak én tudom, hogy mik a közös helyszínek, szóval ez két nagyon külön könyv, de... 100 év múlva senki nem fogja tudni, hogy mi az. Hát talán fogja tudni. Igen? A két regény, meg a harmadik leír egy világot, ami egy világ, és akkor az 100 év múlva is egy világ lesz. Ja, úgy igen, olyan szempontból. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt az Erdély Kávéházban, és visszavárjuk. Én is köszönöm, hogy örülök, hogy itt lettem. Először nézzük, ennyi fért a mai Erdély Kávéházban. Ne felejtsék el, a tévét nézni nagyon jó dolog, de szerintem olvasni még jobb. Olvassanak. Viszontlátásra.